Sziasztok, kedves barátaim! Elkezdtünk már beszélni a látásról, beszéltünk szemnek a optikáról, mechanizmusról, hogy hogyan izmok alapján fókuszál. Utána beszéltünk arról, hogyan épül fel a kép. A képet, ez már nem a szem építi fel, hanem embernek a tudatja. Mai nap megyünk tovább. Most fogunk beszélni, hogy nem csak a képet, a tudatunk építi, hogy hogyan látjunk a képet, hanem azt is, hogy hogyan látjunk a saját helyzetünket, másoknak a helyzetét, kialakult helyzetünket, életünket, és így tovább. Kezdjünk! A Bhagavad Gita és a Srimad Bhagavatam azt mondja, hogy a mi mai nap, ahogy mi vagyunk, milyenek vagyunk, kialakult karakterünk, ez tudatállapot, ami guna karma vibhagaja. Azt szerint van összerakva a tudatunk, hogy milyen cselekvéseket, döntéseket hoztunk előző életünkben, ez az egyik, milyen élményeket éltünk át, milyen pozitív vagy negatív élményeket kaptunk gyerekkorunkban, ezeket mindjárt össze fogunk rakni, és milyen oktatást és nevelést kaptam. Ez minden befolyásolja a tudat állapotomat. Bhagavad Gita-ban Krishna azt mondja, hogy ebben a világban van három energiája, három fő energia, sattva, rajas, tamas, ez a jóság, szenvedés, tudatlanság. És ezek áthatnak az egész világot, és többféle kombinációba vegyülnek egymással. És ugyanúgy, hogy milyen tudatállapotban vagyunk, ez többé-kevésbé befolyásolnak valamikor a tudatlanság, valamikor a szenvedély, valamikor a jóság. És ez befolyásolja, hogy hogyan látjuk a helyzetünket, hogyan látjuk magunkat a világban, az életben. Például, hogyha ember, hát mondjuk így, hogy bűnös cselekvést végezte, rossz dolgokat csinálta előző életben, és közben kapta sok traumát, pszichikai traumát gyerekkorban, akkor ez rontja embernek a tudatot, és ő hogyan látja a világot, az teljesen fog különbözni attól, aki jó, tiszta cselekvést végezte a múlt életben, és egy nemes nevelést kapott. A személy, aki úgy mondja, hogy duskritotta, aki nem volt fényes életű az előző életben, hanem hibázott, bűnöket követel, akkor ebben az életben egy kicsit tudatlanság jobban fog befolyásolni. Ez azt jelenti, hogy az ember érzékeny lesz, hogy engem bántanak, lehet, hogy agresszív lesz neki hajlamok rontani másoknak az életét, rontani a világot, és így tovább. Vannak személyek, akik jóságban éltek, és jó tetteket végezték, akkor ők ugyanazokat a dolgokat, amit mondjuk, ami az előző személy, akit példának hoztam, negatívan látta, rosszul látta, hogy ez rossz dolog, a tisztebb ember más képet lát. Ő sokkal pozitívabban lát. Sokan látja az, ami az előző látta rossz, a mostani ember, ő sok pozitív, jó dolognak látja. Én hát mondja, megnézzünk, hogy akár az ízléseket, vagy színeket, mindenkinek van egy szín, ami tetszik, és egyiknek piros tetszik, másiknak zöld, harmadiknak sárga, miért pont így van, miért különböző színek. Ez is guna karma, ez is a tudat állapot, mert tudat állapotnak kialakul egy ízlése, és ízlése szerint tudunk látni. És ahogyha ez az ízlés szennyes, le van fedve több réteg traumákkal, fájdalmokkal, akkor torzított lesz az ízlése.
akkor ember akarja megváltoztatni magát, a formáját rakni, mindenféle implantátumokat mindenhova, telerakni piercingekkel, szóval annyi sok minden akarja csinálni, meg akar változtatni a saját magát. Miért? Mert torzított kép megértés, hogy én ki vagyok, és mi a világ, teljesen torzított lesz. Amikor ember tisztább életet él, akkor a jóság kötőerő, szatva, az dominál a tudatán, és ez az ember úgy mondjuk, hogy sokkal józanon képes látni valóságot. Szóval az egyik torzított valóságot lát, a másik látja tisztában a valóságot. És akkor hát mondjuk úgy, hogy van kettő végleg, az egyik teljesen torzított, mert emberek vegyesféle különböző karmával rendelkeznek, ezért nagyon sok változás lehet, de hogyha két végleget nézünk, akkor az egyik ez nagyon torzított, hogy mindenki rossz, mindenki démon, akkor mindenkit meg akarok ölni, és agresszív, és negatív, és pusztítja a világot, a bolygót. Szóval én nem tudom, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz. És akkor annól lehet csak följebb, addig, hogyha valaki tiszta tudat állapotban van. Például a torzított látás, hogy itt véletlenül minden van. Véletlenül vannak a bolygók, mi mindannyian véletlenül létrejöttünk, és így tovább, és nincsen semmi elkötelezettségünk, csak élvezünk az életünket, érezünk jó magunkat. De aki tisztán látja a világot, akkor ő tudja, hogy ebben a világban van törvényszerűségek, van célszerűség mindennek, és vannak jogaim, de van kötelességeim is. Szóval így látja, és azért ő kötelességből is, meg saját vágyából mindenkinek javára próbál cselekedni. Szóval még egyszer egy kicsit bemegyünk ebbe a karma dologba. Például valaki előző életben vagy megfulladt vízben, vagy majdnem megfulladt a vízben, akkor ebbe az évben nagyon fog félni a víztől. Vagy a gyerekkorában beesett a vízbe, kiesett a csónakból, vagy valahogy, és majdnem megfulladott, vissza kellett éleszteni, akkor ez az élmény az ott maradt, és egy benyomást adja, hogy ő mikor lát vízt, ő rosszt lát. Ez egy rossz dolog, ez a víz. Szóval így a múlt életnek az élmények befolyásolják, hogy hogyan lássa. Például még egy példát mondom, hogyha valaki, mindegy most, múlt élet, előző élet, vagy gyerekkor, mondjuk gyerekkorban, hogyha valaki nagyon anyuka otthagyta az ágyon, és akkor ő belegabolyodott szorosan a mondjuk a lepedőbe, és ott volt sok ideig, akkor a fóbiája lesz, hogy lifttől fog félni, a kisebb, zárt helységektől nagyon fog félni. Ő azt fog látni, hogy ez egy valami nagyon rossz dolog. Akinek nem volt ilyen, amikor egészséges a pszichika, megint a jóság, nincsenek ezek a traumák, akkor nincsen semmi baj a víztől, nincsen semmi baj a ilyen kisebb helységektől, valakinek van tériszony, fél a magasságtól. Szóval ez mind múlt életnek az élményei, ami miatt most nem tud józanon látni dolgokat, hogy ezek a dolgok, amivel találkozik, ártatlanak. Szóval így változik. Ugyanúgy, mint a kisgyerek. Mi tudjuk, hogy az az ember, aki gyerekkorunkban nagyon csúnyán velünk bánt, akkor kialakult egy ilyen kép, hogy ez az ember nagyon rossz. Hogyha volt egy ilyen ember, aki mindig megdicsírt minket, mikor gyerekek voltunk, hozta cukorkát, csokit, fogyit és így tovább, akkor mi gondoltunk, látjuk ezt az embert jó embernek. Szóval így a befolyásoló van. Szóval ebben a világban a valóság és az, hogy mit
mi látunk, nagyon nagy hézag van, valamikor szakadék is. És minden embernek más lehet ez. Nagy a szakadék, kis hézag, attól függ azok az emberek, akik gondolják, hogy én vagyok. Például a nagy szakadék, amikor valaki nem tudja, hogy férfi vagyok, vagy nő. Akkor másik, hogyha valaki csak meg van győződve, hogy én ez a test vagyok. Egyszer élünk. Hogy ez az én országom, Magyarország, magyarok vagyunk. Ez mind torzított látás, mert az, aki jóságban van, ő tudja, hogy nem vagyunk mi magyarok, mi lelkek vagyunk, és a lélek nem magyar, nem orosz, nem kínai lélek, ennek a testi azonosítások fölött áll. Ez a tisztább látás. Erről majd a következő epizódban majd mesélek. Szóval látjátok, nagyon sokat számít, hogy hogyan, milyen a tudatállapotunk, úgy fogunk látni, és ez befolyásolja, szenvedni fogunk, vagy boldogok leszünk. Minél torzítottabb a látás, annál jobban szenved az ember. Minél tisztább a látás, annál jobban boldog az ember. Írjátok kommentekbe, ti mit hallottatok erről, a tudatállapotról, hogy tudata, hogyan mi látjunk az élethelyzetünket. Lájkoljatok a videót, természetesen, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok a csengő gombot, és majd következő epizódban találkozunk. Addig is mindent jó kívánok, legyetek boldogok. Hare Krishna! Idén ünnepeljük a 25. Krishna völgyi búcsút. Tarts te is velünk július 17-e és 19-e között. 25 éveseknek a belépés ingyenes. Részletekért és további információért látogass el a www.krisnavölgy.hu weboldalunkra. Mindenkit szeretettel várunk!